Zuglói út felé a 3-as villamos útló autóbusszal utazhatnak tovább, melyre a Zugló utcában a 82-es trolibusz ősvezértere irányú megállójában szállhat. Napok fel! Végállomás. Zsanyik. A Jermán beszél. Sziasztok, itt vagyunk a Zugló utcában, a 3-as villamosok idéglenes végállomásánál. Illetve a 62-esé is, de az most hétvégén nem jár. És itt pályafelújítás van, de majd azt is meg fogom nézni, hogy itt van egy idéglenes visszafordító, és itt fog majd a villamos visszajönni. Azt még megvárom, hogy visszajön. Sőt, azt szerintem oda megyek, és onnan levideózom. A villamos pótlóbusz az onnan indul. És igen, és itt van az idéglenes visszafordító, és ide egy beépített váltó, egyébként a folyóvágány, az látjátok, itt jött volna. És eddig meg is jön, de... És innen viszont teljesen fel van szedve, majd ott még a Bosnyák térnél is, de meg fogom nézni, itt ki vannak bontva az aljak. És ide rendes váltó, tehát ez egy hosszabb vágányzád lesz, ide nem is kúszóváltót raktak be, hanem beépítettek ide egyet. Hát igen, mert itt azért hosszantartó vágányzár lesz, mint ahogy látjátok is, hogy másik váltónál is már ott a vágány végejelző, és nézd, bizony ott a bosnyákon meg teljesen fel van szedve. Hát villamos pótlóbuszt eddig nem látom, de majd filmezek nektek azt is, hogyha lesz. Látjátok, eddig van meg a vágány, és akkor innen kezdődik a tényleges munka, hogy innen alépítmény szintig kibontottak mindent. Azt nézzétek. Ha, mi van itt? Nem semmi. Hát az útátjáróban benne hagyták a sineket, máshol nem, de hát itt komplett felújítás lesz. És hát ez biztos, hogy nem két napig tartó vágányzár lesz. De majd menjen, megnézem, hogy arrafele mi van. És itt vannak a kibontott aljak. Itt meg a kibontott vágányok. Hát azért igen, látszik, hogy itt ezek tényleg cseleérettek voltak már. Ugye, elég erősen használt állapotúak tűnnek. És hát itt van a kocsi színi beálló vágányok, azokat is sikerült eltüntetni. De megnézzük. Meg úgy láttam még múltkor, amikor eljártam a 32-essel, hogy a 44-esnek a beálló vágányát is felszedték, de ez mindjárt kiderül. De hát még a túloldás megnézem, hogy nem is némi újság van. Így néz ki a munkaterület. Itt aztán minden szét van bombázva.
És hát igen, tehát kocsiszíni beállás is offos, úgyhogy az egész kocsiszín zárva. Viszont magában a kocsiszínben ugye most munka nem zajlik, de hát most befilmezni meg nem tudok, mert vannak itt, és szóltak érte, hogy befele ne, kifele viszont akármit. Úgyhogy akkor most befele nem filmezek, de megnézzük el, hogy mi a helyzet. És itt van, ahol most ténylegesen folyik a munka. Pont ők ezt az érdésbe. És érdekes, erre megvannak a sinek, de idáig se jár el a villamos, ugye itt nem tud visszafogni, tehát ide egy idegenes váltót se raktak be, hogy itt visszafoghasson. Ezt nem tudom, hogy a mexikói fele van-e még valami, majd alkalmas, hogy megnézem. De most még elmegyek erre, megnézem, hogy itt a kocsiszíni beállónak meghagyott 44-esnek a szakasza megvan-e. Na hát látjátok, eddig van itt feltúlva minden. És kiszedték a vaskakövet is. De honnan? Meg felszedték a sineket, hát eddig van megcsinálva. Hát itt a buszok át tudnak menni a másik oldalra, azt megoldották. És hát akkor innen majd tudom, erre menjünk. Ugye látjátok, eddig van megcsinálva, és eddig van ott felszedve, utána tovább már nem. Hát ott még a parkolók is megmaradtak előre. És eddigre is itt a Mosság téren zajló munka az nagyjából ennyi. És itt van a most, ahol érdemi név van, tehát ott lángvágóval vágják a sineket, ha jól látom. És hát, látjátok. Nem, semmi jár, de majd elmegyek a mexikói útig, megnézem, hogy ott van-e villamospótlás. Bár a 69-esen is volt hétköznap, de ott nem tudom, hogy hétvégén megfagyták-e. Mert lehet, hogy ott is valamit dolgoznak, ezt megnézzük. Villamos fúdlón, de itt viszont le van zárva az a vágány valahogy, de lehet, hogy mégis dolgoznak. Már most munkavégzést nem látunk. És itt vannak a villamospótlók, 69-es, és itt van. Tehát nem jár a 69-es se. És közben eledett az eső is, nagyon jó, csak az hiányzik. Tehát se a 69-es, se a 3-as nem jár. Pedig ugye ott azért én nem láttam, hogy bármi munka lenne itt a Erzsébet királyné útján, meg hát akartak a Mosság tértől idáig, de lehet, hogy 69-esen megvan. Nem tudom, hogy elmenjek-e arra vagy se, 69-es fele.
Következő megálló Erzsébet királyné útra, Anglia. Megérkeztem ide a vásárcsaladnak az új palotára. Hát a 69-es póton végigjöttem, de itt is hát olyat nem láttam, hogy bárhol dolgoztak volna a sineken, de valami itt is felújítás van. Ki tudja, ezt majd írjátok meg, hogyha valaki tudja, hogy a 69-es miért kell pótolni. Úgyhogy ennyi, akkor sziasztok, köszi, hogy ezt is megnéztétek.